Sigér. Tokmák. Tokmák, Baturina kapja, Baturina! 11-es. Én úgy érzem, hogy egy jó mérkőzést játszottunk a Ferencvárossal. Ahogy említettem, és ez nyilván nem kifogás, és nem szeretnék kifogásokat keresni, mi egy másik fázisában tartunk a felkészülésnek, mint a Ferencváros. Ez látszott is a játékunkon. Egyértelműen látjuk, tudjuk, hogy miben kell előrelépni. Ezért is volt jó ez az első két mérkőzés, amit játszottunk a Salzburggal és a Ferencvárossal. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon jó úton járunk. Azon szeretnénk javítani, hogy nyilván most, ahogy ezt már többször is említettem, az első két hét, tehát ugye most tartunk a két és fél hét után, a védekezésre fókuszáltunk elsősorban. Ma már talán jobban lehetett látni, hogy a mély védekezésből hogy tudtunk egy kicsikét feljebb menni és pressingelni az ellenfelet, visszaszorítani őket a kapusig, sőt, akár néha még a kapust is megmertük már támadni. És amikor a védekezésünk rendben lesz, úgy érzem, hogy teljesen, akkor el tudunk kezdeni jobban foglalkozni, mélyebben foglalkozni a támadások építésével, a gólszerzések, gólszerzési lehetőségek, gólhelyzetek kialakításával. Úgyhogy most az a fázis jön majd, olyan ellenfeleken is játszunk, és reméljük, hogy hasonlóképpen fog fejlődni a támadójátékunk, mint ahogy eddig fejlődött a védekezésünk, és akkor azt gondolom, hogy nem lesz probléma a bajnokság során.